A Borinotes Radnóti Miklós 1944-ben íródott utolsó verseit tartalmazza. 1946. június 23-án az abdai exhumálásnál a 22 kihantolt férfitest között megtalálták Radnóti Miklós holttestét, egy ceruzával teleírt notesszel a nadrágja zsebében. Ez a notesz és a benne szereplő versek ihlették alkotásra a Moha Egyesületet és barátait. Alszik a holdban a láng, hideg érem az éjjel. Fel kell az ősz, és opni opakszik az éven. Szép, mélyen gondolkodó, remek kis apró vagy nagyobb művek keletkeztek. Kinek-kinek a stílusa és gondolkodása szerint. Radnótit a halál motívuma szinte egész munkássága alatt foglalkoztatta. Verseiben időről időre felbukkant ez a téma. A Borinotes a felfedezés időpontjában, a költő halála után 21 hónappal olyan állapotban volt, hogy a versszövegek hiteles leírata csupán e kézirat nyomán nem lett volna megvalósítható. Radnóti Miklós kéziratainak lapokra írott másolatait átadta néhány bori bajtársának, akik ezeket illetékesekhez juttatták. Ez egy nagyon kőkemény és komoly, komor téma, mint ahogy a kiállításon látszott, egy elég széles skálán adtak be az alkotók. Egész Szárvai Zoltánnak az igazán komor és vészjósló, rosszat sugalló installációjától kezdve, mondjuk egy Osztert Dezsőnek a teljesen lirai felfogású alkotásáig elég széles skálán mozgott a dolog. A kiállítást október 24-ig lehet megtekinteni a Városháza aulájában.